Não me acordo da Rosne. Hello, internet. Estou com chipsas. Almo. Chili sauce, chipsel. E deste dia. Não. Não, eu não gosto do pouco, cursou a adaptação. E Eu vou confundi botar isso. roupa aqui. Não. Já sem filozok, hogy... Ja, itt már összebandáztunk. Viszonylag kevés játékot játszottam Epic Games Store-on ismerősökkel, szóval mindig gondolkozni kell, hogy ki van már fölvéve, meg ki nincs. Hát a Cycle-t is itt játszottuk, meg azt a zombi kóp játékot is. Igen. Warz-it. Ajaj. Én nem beszélzem, de... Jé! Kaptam Twitch droppot! De jó! Az mit jelent? Hát nézegettem múlt éjjel egy streamert, és megkaptam a logóját, aki éppen Diabotikát játszott. Vicces. Ja, tényleg, nekem még nincs is Én profiképem. itt is vagy nálam. Hol tudok profiképet váltani, mert... Van egy ilyen locker fönt, a shop mellett, balra. Aha. Akkor nézd. Most én elvileg átváltottam, nem tudom, hogy látszik-e már. Most nem. Csokotakó, őt néztem este, mert rákerestem, hogy ki streamel Diabotikát. Miután játsz este, ez hajnalban van. Na, megnézem már. Ez hogy van ranked is, de nem tudom, mennyien játszanak rankedet. Mindegy. Szerintem először játszunk egy normálisat. Egy van. Hát Keressünk vagy a gémet. csokot, akkor én meg a sárga fej. Jó. És akkor adja főnök, úgyhogy... De várjál, a Oh, free free for for all. all... De free for all, akkor nem vagyok egy csapatban. Akkor nem, akkor lőjük egymást. Szeretem ezt a keresőt, amikor az van, hogy kiválasz több módot, hogy akkor mindegyikbe keressen. És nem az, hogy elkezdesz keresni valami módba, és akkor vagy talál embert, vagy nem. Hanem így egyrészt a változatos, hogy nem mindig mondjuk Team Deathmatch-et toltok. Jó, hogy a parti dönti el, hogy mi legyen. Oké. Jaj. Hát nem a party dönti el, hanem hogy random keres, Hát úgy értem, aztán... hogy... Hát úgy értem, hogy összed az embereket, és utána az emberek döntik el együtt, hogy mit Nem, akkor. nem, 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 nem. Ja? Nem. Olyan, mint az Titanfall 2-ben a kereső. Tudod, kipipálod, hogy miket akarsz keresni, és akkor keres ilyen globális playlisteken. És nem az van, hogy csak akkor most free for all-t, vagy nem tudom, mit tudom én. Ugye az van általában, hogy csak Team Deathmatch-et játszanak emberek, mert hát ott talál embert, ha csak ilyen szeparált kereső van. Nézd már. És érdekes, hogy most mondanám mindenféle tudsz. Igen, ez most a bemelegítő. Igen, az előbb meg csak úgy felvettek. Azok lehettek. Nem baszom. Aha, kezdődik is. És free for all. Igen. Most se tudom, ki vagyok. Aha, megint izé föl kell venni dolgokat. Az elsőben nem volt még. Egy. Ez mi a fasz? Itt szét lehet lőni. Ezek nagyon durván jó tolják. Ah! Elkúrtam! Meghaltam. Valamit Teljesen fölvettem, valami power teljesen up-ot. fel volt.
Te se fel voltál izé hílelve, mert így elég sokat belőttem, mondom. Nem, valami power up van rajtam. Azt... Felvenni most a két. Az érdekes volt. Ha megered fölvenni több healt. Hát néhány dolog, ami nem vagyok képben én se az a játékkal kapcsolatban. Úgyhogy érdekes, hogy van, amikor olyan szinten instant ölnek, már csak nem tudom, hogy mivel. Aha, hát van ez a reagan, az elég kemény. Én is haltam egyből kemény. Ah, soti volt, azt éreztem. Oh, double kill! Ja, nekem is volt, ez tudod mivel? A gépágyóval. Legalább a fegyverre. Áh, abban nem tudtam fölhírelődni. Pedig ez gyönyörű volt. A shoti amúgy állati erős közelről. Mi? Ja, ez a quad damage lehet. Mondta, hogy enemy diabetical. Aha. Ezt a virámmal mondta, te vagy az, te rohadék. Megint instant halok. Kurva jó. Na, azt is toltam neked legalább. Azt meg. Küzdök egyel és nyakam belsik egy másik. Jó, nekem is ez volt. Én öltelek meg, aztán utána meg valaki mást engem, úgyhogy... De az ő, nem lehet, tehát lehet hallani, hogy hol van a másik, és akkor így nem lehet így izére rejtőzködni. Mondjuk is szeretem. Mert elvileg csak akkor, ha mozogsz. Vagy hát nem tudom. Ez a helyen. Ez nem is jó. Be. Vagyok kicsit maradva. Ó, érte. De megint bazzák, hogy van az, hogy ennyire telibe tudnak lőni? Nem! Oh. Ah, szép volt. Ah, köcsög shot is. Van olyan játékmód, ahol ilyen csapatos például, ahol minden fegyver megvan. De hogy tudnak ilyen gyorsan megölni, ezt nem értem. Ez olyan, hogy valakit hátba lövök, és meg se fordul és megölök. Hajd már meg! Hajd meg! Mi volt rajta? Mert így lőttelek, mint... Tudom, valami power up van rajta. Szevasz, Medi! Na, jössz, beszállsz te is? Hát, hogy egyre jobban megy az túlzás. És elég ide vagyok maradva. Mi szoknunk alapán járni. Nagyon sok halál abból jön, hogy fegyvert se találok. Mekkora sutyerek! Ez kapott!
Ez a Lingen az nagyon beteg. Nem. Jaj, elfogyott. Aha, hogyha előrelököd magad és utána jumpolgatsz. Jó van. Akkor itt gyorsan meglátjuk. Igen, meg a... Jó, várjál! Én mondani akartam, meg a rocket jump nem sebez. És magam alá lőttem és meghaltam. Igen. A clan arénában az úgy volt. A rocket jump az nem sebzett. Hogyha jól tudtad időzíteni. Hát itt sebez. Gyerünk. Közel! Sotia van! Ezt hogy nem találtam el? Hogy talapolt? Annyira nem lettem rossz. Meg játszottunk hajnalban olyan meccset, ez a Instagib, de itt úgy működik, vagyis hát itt többféle Instagib van, van olyan, ami nyílpuskával megy. És van nálad két cucc, egy nyílpuska, meg egy olyan gránát, amit el tudsz dobni, meg magad alá dobni, és az lök. Tehát az nem sebez, az lök. Tehát konkrétan ki tudod lökni az ellenfeledet, vagy magadat fel tudod így rocket jumpolni, és úgy kinyírni. Hát gondolom azért van, mert... A csókát. Instagibben, amikor közel ugráltok, akkor az ennyire nem szórakoztató. Viszont a gránáttal akkor el tudod lökni. Aha, ja, ez kurva jó. Ja, és az volt benne a plusz, hogy akkor szerzel pontot, ha utána felveszed a dogtagjét, tehát egy ilyen kis... Ezért is vittek bele, ilyen gyűjtögetős cucmókot. Hol vagytok? Hogy most csak ketten vagyunk? Most nézem. Hát warm-up is sem felhat kell nyomni, nem? Hát én nyomtam. De amíg ketten vagyunk, addig... Ó, már három. Na, ja nem! Ja nem, jó. Faszolt, is haltam. Jó van. Annyi minden, épp most beszélgetünk, annyi mindenen kell játszani, hogy... Már magam sem tudom a beosztást. Mikor, mivel. Aha, és hogyha nyomod a space-t, akkor... Bár is elfogadok, az is tudja. Csak kinyilattam magam. Mióta streamelek? Fú. Megy már egy ideje, nem tudom. Egy-két éve már. Ja, amikor kijött a PUBG azóta nagyjából rendszeresen. Ja, a PUBG-t azt sokat streameltem annó. De a PUBG idején volt az, hogy rendszeresen nem indította a streamet. Mert akkor a Battlefield-et még előtte, akkor annyira még nem volt jellemző. Ja, a Battlefield-eknél még nem, ez még nem jön elő. Egyébként tök mindegy, mert... Ó, ízés nálam van a nyílpuska. Ez jó. Hoppá. Írottam magam közben? Te nem is találtalak el, csak azt látta, hogy halott vagy. Lehetem úgy 1v1-et is nyomni. Meg vannak custom game-ek, úgyhogy abban is lehet túrakezni. Mondom, vannak ilyen kisebb pályák. Jó, végig mellé lőttem, nagyon ügyes vagyok. Ez egy jó pofa játék. Nem nagyon akar rizéjét kapit találni szerintem. Aha, két nyílpuska lövés. Itt az instagives fegyverről lecserélve, de a nyílpuska is instant lő, tehát nincsen travel time-ja. Úgyhogy ez csak egy van, skill lesz. Van, de van. Ez nem olyan, mint a Reagan. Most átváltottam Reaganra. Na, nem az a Reagannak a helyén van. Ja, hogyha még egyszer megnyomod, akkor elvált. Aha, és... és tényleg. Jó, kell embereket találni customra. Vicces. De mi a tököm van, hogy nem indul el? Nincs ember. Ketten vagyunk. Kimehetünk izére. Na, az a baj, hogy ilyenkor szerintem... Menjünk ki, leave match. És
kezdjünk újra keresni. De ilyen kevesen játszanak, vagy mi? Hát tegnap jelent meg, nincs agyon marketingelve. Jaj, ez tegnap jött ki. Szóval azt mellett én. Hát figyelj, max a szenvedünk, akkor lehet mondjuk Apexre, vagy nem jössz? Nem próbálod ki? Hát már váltam, látod? Itt már vagyunk egy páran. Diabotical. Amúgy jó pofa játék. Nekem azért van nagyon félelmem, hogy ezt a Bethesda Slate Hugely a izéjön. Hogy hibák volni. Perelni. Hogy kicsoda? Fog perelni? Bethesda. Mert? Nagyon erősen quick kopítás. Nem fog perelni. Egy az egyben fegyverek, a mozgás. Ugyej. Van a... Hirtelen akartam mondani. Van a Reflex Arena, azt ismered? Ez nem ugyanolyan. Hát ugyanolyan fegyverek vannak, teljesen kövékes játék. Jó, játszok a Red Oculus-t. Ja, ritkán szoktam mostanában. Ez az Implosion V-ból. Ja, lehet dobni ilyen üzé cuccokat, gránát. Mostanában Elite Dangerous az a VR-ban. Leestem. Hol van? Ez még nem... Miért nyitódik ki? Ja, ott van füst. Mennyi HP-juk van? Vagy ez most... Én nem tudom. Engem jó, szép, hogy ez ilyen izé... Én nem 300 HP-ban van abból. Aha, meg a... És, igen. Pajzs plusz HP. Szóval sok. Ja. Van gránátvető is? Van. Ezt például nem láttam. Most itt minden fegyver van nálad. Tudom, de még nem tudom, hogy mindenhova van, közre érted. Rajta vannak? Mind a lényen, bazzeg! Én meg kell tanulni, hogy hol vannak az egyes fegyverek, hanem minden van azért oda, kötve, ahova nézzem. Tényleg Máté, neked megvan az Elite Dangerous? Ezt próbáltad VR-ban? Most arra vagyok rákattamba, oda. Ha lehet szállni. Tényleg Ákos, neked hogy tetszett? Láttam ott kajátszatot is volna. Ott van a gárvető is. Mi az, hogy assziszt? Van olyan rész, amit tettük, de az például nem, hogy hogy szkennelni kell valamit, és akkor így van egy ilyen mini játék benne, hogy felfedezni a galaxist, és marha idegesítő volt így rájönni, hogy mi a felét akar. És igen. Ott hagytam abba, amikor így mi a faszt akarsz, és mondom néha utána kell nézni, mit hogy lehet csinálni. Igen, csak így felraktam meló után nem volt kedvem már így nyomozgatni, és akkor inkább hagytam a fenébe. Ezért jó, itt van nekünk Tibi, mert ő egy csomó mindent tud, amire. Én nem szeretek ilyeneknek utána járni mindig. Jó, mondjuk az Elite-nél azért muszáj, meg már vannak ilyen játékok. De például tök jó volt, hogy a bányászatot Tibi elmagyarázta, hogy mit kéne venni, hogy kéne csinálni, és... Na viszont a legtöbb missionnél, a tutorialnál, tehát van ilyen playbook, nem arról van szó, csak... Szerintem az a playbook az elég egy gyász. Ne baszki! Igen. Meg fogok halni. Ja nem. Már nem én vagyok az egyetlen. Azt a kurva, négy előttek egyszerre, hallod. Most egyébként pont benne van az Elite Dangerous alapjáték a Humble bundle-on valami csomagba. Bár nem tudom, hogy ott érdemes-e megvenni, mert amúgy meg az alapjátékot már fél éreket meg lehet szerezni máshol. Ezek ilyen csordába vadásznak, hallod. Igen. Hát én meg kell várni, hogy többen legyenek, mert az egy... Egykorik végesekben jönnek ide, és mindig elejítanak. Jó. Egy az egy, ami az. Látszik, hogy marad gyorsan rá tud bátani meg fölött egy erre. Aha. Rocket Jumpos, a többi. Igen, igen. Hát azoknak, akik kvékeztek, azoknak az a játék úgymond ismerős nagyon. Én is kvékeztem egy keveset, de...
hát szokni kell a dolgokat. Na, nem jött be az elit? Hát, az szomorú, pedig jó cucc. Úgyhogy nekem például az elitter olyan bajom volt, hogy mondjuk van egy terület, amit keresel, és ott van, be van jelölve a térképen, és nem mutatja, hogy merre forog el, ha jön meg geci lassú, és össze-vissza forgok, hogy hol az Istenben van. És ez nekem ilyen nem szórakoztató, hogy össze-vissza forgok, amikor így basszus, ha be van jelölve, hogy igen, azért kijelző szél egy indikátor, hogy erre van idióta. Hát de ott a térképen. De milyen térképen? Középen, ami van. A középen az hülyeség volt. Amikor azt jelölt, hogy pont velem egy szintben volt, és irányban néztem, és nem volt ott semmi. Akkor valamit benéztem. És forogtam utána még 2-3 percet, és akkor utána megtaláltam a helyet, és mondom, a faszom, hogy nem olvasható az a kurva térkép középen. Nem tudom, nekem azzal nem volt probléma. Hát akkor van előtted valami, hogyha nincs se alatta, se fölötte csík, nem? És előttem van a körön. Igen, kármilyen. És nem volt ott az indikátor. Szóra. És nem egyszer volt ilyen. És amikor már így kétszer-háromszor így már így, mit tudom én, fél perc volt, még megtaláltam egy szerencsétlen control pointot maga előtt, akkor úgy voltam, hogy jó, akkor játszok mást. Na, tehát már csak neked is bejön az ELT. Mert más játékoknál, ahol mutatja, hogy merre felé kell menni, ott mindig van egy indikátor a képernyő szélén valahol, vagy akkor arra felé van megjelölve. Talán. Valorant? Nekem az annyira nem jött be. Én még fel sem telepítettem. Én múltkor felraktam, amikor még tudod... olyan durva anti-cheat volt rajta. És ugye nem jól működött a... proci hűtőmmel, mert összeakadt. Aha. És azt csináltam, hogy akkor letiltottam az anti-cheatet, mert ez valami agresszív kis köcsök, tehát hogy nagyon durván le kell szedni a gépről. Itt a nyakomba az összes! Szarjatok sűnt, bazd meg! Na és letiltottam akkor az anti-cheatet, aztán később újra feltelepítettem, és én azt veszem észre, mintha nekem nem futna az anti-cheat fönt. Még mindig le lenne tiltva, de amúgy a Valorant meg elindult. Megrepülni. Szar helyen van még a heal. És ezzel kapták. Wow. Jöttetem ez. Leheggeztettek ketten. Tudom mi a taktika, de már nincsen benne a kezemben. Tehát, hogy lősz valakit, utána meglézerezed, aztán utána meglézi simán. De ezek meg össze-vissza ugrálnak a pályán így. Rock and jump-ol. Tegnap azt nyomtuk Joke-kal, hogy taktikálnak, hogy messziről rél, közelről soti. Ez egész hatékony. Valaki követ téged, akkor gránátot kell dobálni az útjába, és a többi. Csak úgy nincsen. Oké, ezt kapta. Nem tudtam felrepülni. Ja, meg van itt is spot, lehet spottolni a középső eger gombol. Szép volt, ügyes. Mindenkivel játszok, csak veled nem. Márti, de ő is. Gyere játszol ilyet. De csak arról, hogy te ezzel most nem játszol. Meg nem akarsz elitezni. Pedig az alapjáték, tehát azt ki kell próbálni mindenkinek, akinek van VR. Annyira durván jó űrhajót vezetni VR-ban. Szivattak megint be egy fossal. Ez egy szórakoztató játék, látod? Hát azt mondtad Quake 3 Arena Master régen. Akkor ez neked olyan, mintha hazajönnél az a játék. Igen, nekem mondjuk a... az a másik játék, amit említettem, az a Reflex Arena is bejött.
Csak hát azzal se játszik a kutya. És igaz, hogy az nem ingyenes, de ilyen nem olyan drága. Ezt elkaptam. De bazdok semmi sem még nagyon. Kész. Ajaj. Ó, bazd meg, ketten. Megint ott vagyunk ketten, és mégis az van, hogy rám rasolnak ketten. Baszki. Pedig a füst. Nézd. Az effektek olyanok, mint a Valorantban. Ez pont nem füst volt, de a füst az egy az egyben. Látok most senkit. Megyek utánad. Van egyébként heal. Nézd. Ebbe a gömbbe ha állsz, akkor ez heal. Kicsit későn. De mi heal-el? A toldalt mutatja a legfelső cucc. Nem tudom neked milyen izé van. Ja, a gép. Van egy ilyen gránát. Ha. Most az valami 8-ason van, de... Nagyon lassan heal-el, de... Semminél jobb. Bazd meg, ez hogy a faszomba? Hallod? Ledob a játék úgy, hogy egy ellenfélben éledek bele. Az mi a lófasz? Nem is, jó játék. Miért kellett szólni a jó játékokra? Bár mondjuk valószínű, hogy ki fog halni, mert én... Amiket én szeretek, az azok a játékok elég hamar kihalnak. Az szép volt. Szereted? Ez nem rossz játék, nekem ez bejön. De ott volt például a Lawbreakers, azt mindig felemlegetem ilyenkor. Ez egy tök jó játék volt. Játszottam vele én, meg még 10 másik ember a világon. Aztán... Be is kucsoltam. Jó, nem? Azért játszottak vele egy páran. Az az utcsó. Én már halok vagyok. És meghalok, bazzag! Csak testkánt eléd, bazzag. Nagyon nagy ügyes. 35 HP, mint jó gépajtás. Ezt egyébként Joke mondta tegnap nagyon jól, hogy ez a családbarát kvék. A robotok kicsit nyűnyögnek, meg lehet őket tüzé. Ja, de hát ott is ez volt. Jó, igaz, szép lacsony. Hát ott vér van. Ez kapott én egyet. Mi a szög? Ó, bazd meg, de hogy lehet én gyorsan lebontani? De át sem tudok váltani olyan gyorsan, basszus a fegyverre. Igen, a Quake Champion is egyébként jó játék. Quake 3-ban kimondottan ezeket a játékmódokat szerettem, csak akkor így volt. Még így memóriában, hogy mit hova. Rádottam egy lassító lófaszt. Áááá, itt van, mentem ketten! Én egyébként elgondolkoztam rajta, hogy fizetek azért a játékért, mert itt is van passz, de még egy passzt elkezdjük farmolni. Nem. Ha játszok vele annyit, hogy látom, hogy meg lesz, akkor talán... Talán dobok bele pénzt, mert... Mondják, az ember a pénzével szavaz. Nem. Ah, már is szétlőttek. Mostanában... Érde. Rengeteg játék van, amivel lehetne játszani. Nekem például az a Rocket Arena is bejött. Azt is kéne még tolni. Ülök, hogy most már... Óóó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 ó
végre élek. Mondjuk az annak kirakta a 7-esre a gránátvetőt. Van már jó Valorant az első. Majd valamikor esetleg játszhatunk azt. Bár nem tudom mikor, mert... Tudom, rengeteg játék, itt a rengeteg játék. Ó, baszki. Igen, igen, a Valorant az nagyon nagy hype. Az szép volt. Hon néztem. Ó, csak aztán lehengeztelik. A maradék két HP-nak lehengeztelik. Hát nekem kettő HP maradt, de utána fentről megöltek. De dúlván. Én azért drukkolok ennek a játéknak, mert... Jó pofa, cuki, családbarát. Kvék! Az, hogy az arena shooterek mostanában hiába jók, nem nagyon szeretik a népek. Ja, hogy még nem volt lövésem sem. Értem. Szeretik a népek, csak nem ebben van a nagy pénz. Hát nem, nem, mert nem játszanak vele. Itt ott van, amit mondtam, ez a Reflex Arena. Senkit nem érnek el. Próbálok felteleportálni. Sokat többre játszanak, és általában nem ez már a fő csapás vonal. Igen, igen. Hát, érdekes, nagyon sok. Ilyet. Nagyon sok a játék igazából, amivel lehet játszani. És egy csomó játék felszív annyi embert, hogy kicsikre már nem jut. Vagyok. Az olyanokra, amik... De annyi találatban van basszus, de egyszerűen nem ölök meg senkit. Csak HP-juk van. Van ez a title head, ez valami istentelen jó tolja. Skirult. Hát, mi meg, rúfaszok vagyunk, az látszik a damage-ből ilyen 3000 damage-ön, neki van 10.000. Jajajaj. Legalább megöltem én is cserébe. Sosem voltam jó ebben, de... Legalább élveztem a játékot. Ja. Valószínűleg inkább az van ám, hogy aki eddig így erőltette a kvéket. Hát az most kurva jó nyomja is jött ebbe a játékba is. Nem, hogy értem, tehát aki annyira nem volt jó benne, annak most annyi alternatíva van, hogy nem erőltet is lehet, hogy ezért nem lehet. Hát a fenet, hogy... Sokkal több opció van, amivel így eljátszhatsz. Érted? Akkor a Quake Champions-ba is tök jó el voltunk. Rossz. Szóval, ja. Hát mondjuk igazából ez a két nagyobb van. Jó, még ott van, amit mondtam, az a Reflex Arena. Mint egy ilyen indie próbálkozás, de amúgy az sem rossz. Az is inkább a régi Quake, a Quake 3 arénának a... De most is ketten jönnek rám, bazd meg! Próbálok össze. Rossz, megkapta. Igen, ezek nagyon együtt vadásznak. Igen, de most egyébként így 15 éve még, hát ha megnézitek. Volt, amikor... Nem volt ekkora választék, tehát ha... Shootert akartál játszani, akkor volt a... Nem tudom, a Quake meg az Unreal. Kész. Hát... Meg a Cső, meg a... Hát jó, azok később jöttek. Importress, meg a... Nem, azok azért később jöttek. Day of Defeat, meg... Ez mind később jött. De, hogy a COD 2-ben mióta játszottak. Hát jó, a klasszikus időben persze. Mondjuk a Cső akkor már volt. Talán jó. Egy asszisztot benyaltam. De ez olyan, hogy megjelenik mellettem és instant falok. Ja, hogy még távol a sniper is. Hát igen, igen. Egyébként, tehát most azért is lehetnek az arena shooterek valamilyen szinten sikeresek, mert lehet, hogy már sok embernek tele van a tök a
Battle Royale játékokkal, és hát végre játék, ami nem Battle Royale. Felkaptam. Hát de vannak ilyenek. Most is, ami nem Battle Royale. Csak mondom. Attól még nem lesz népszerű. Nem. Attól nem is. Mint így terveztem, de... Bazd meg! Meg így rám esik egy egész csapat. De most én is menekülök gyorsan. Hát jó. Szerintem ebből nekem még két bőr elejé lesz. Hogyha így szokunk. Másik játékmódot kéne tolni. Ez a játék, ez a játékmód csak. Ja, az Instagibet tegnap tök élveztem. Abban nagyon durván eláztunk. Ez a kellett nem lenne az se, de... Kurva jó lenne. Ezek ilyen félistenek ebben a játékban. Hát meg csapatba küldik. Kis gépágyúval kilök a pályáról, meg mit tudom én, mert minden lövedéken jobb a hátadat. Na bassz meg! Kurva jó. Ilyen jó, azt sem tudom, hol vannak a bányaim, ők meg így hárman így jönnek rám. Ja. Ez ilyen. Találat az már jól megy, mert így nem egyszer teli belőlem, csak hogyha ketten jönnek rám, mint mondjuk itt a fickónál, akit figyelek. Na most egész jó döntetlen. Hozzám képes. Ez ügyes volt. Ha. Na el van az ember. Jó küldi. Még egyet kéne kinyírnunk, és akkor nyertünk. Ja, láttam, hogy hol volt. Mindjárt leketyeg. Csak nem tudom, hogy hol van. Ah, kettő is van. Ah. Meg is lőttek engem picit. Nem vágom a pályát. És el is talál, bazd meg minden egyes lövéssel a kis köcsögnek. Faszomat már. Hallod, nem is láttam senkit, és már nincs HP-m. Mert minden irányból igen. Lőnek. Igen. Hát nem minden irányból, mert csak ketten vannak, de az elég. Asszisztot kaptam. Anyádér! Há, meg ilyen kaltam. Az igen. Nem is oda lőtt a fickó is eltalálta. Csodát, ja, a Fall Guys. Igen. Ez a Title Head, ez nagyon jó tolja. Ó, és van jelölés is a játékban. Most tegnap. Tegnap vagy 6 órát játszottunk a Fall Guys-szal. Kicsit már kiégetett a végén. Szerintem nincsen szinkben a kamera, mert ugye, hogy nem is ugrik rá a célkereszt a fickóra, akit lő. De eltalálja. Fura. Nem fél képernyővel arré van a célkereszt. Jó, oké, csaló a fickó, rendben. Melyik? Oké. Hát ez vicc. A title? Követte a falon keresztül a fickót. Aha. De úgy, hogy amerre ment, arra ment utána. Nem biztos. Most kell itt fölmásznom. A faszom, hát jöjjetek fasz meg. Még csúnya lenne, ha tegnap jelent meg a játék, gyakorlatilag semmi köze nincs semmihez, és már te lenne csalódva. Én ilyenkor nem tudom, így lehet naív vagyok, de... Én ebben a játékban el tudom fogadni, hogy én vagyok szar. De úgyhogy valaki ilyen jól lőnek. Tehát az milyen skill a játékban, hogyha nem csalás?
Hát fia, nekem is. Fia, ha jól ismered a pályát és láttad az embert valahol menni. Ha valakit a falon keresztül kövesz le, akkor az... Hát most nem is úgy, látod. Hogy mit tudom én pár méteren keresztül, hanem látod, hogy a célkereszte követi, ahol nem láthatná az embert. Aha, és pontosan, megjelenik. Ahogy megjelenik, azonnal lövi. Hát az mondjuk több, mint gyanús. Meg nem is arra céloz, amire van az ellenfél, de a célkereszti azonnal ráugrik, amikor lő. Most eléggé mellé lő. Az milyen, milyen kill? Milyen skill? Oh, ezeket még talán én is eltaláltam volna. Itt most nem sincsen reszikálva. Igen, egyébként a Fall Guys az tipikusan az a játék, hogy sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint amilyen. Abban klippeket láttam, hogy hogy tolták egyesek, ez gyerekbetegen nézett ki. Amikor így ilyen akadálypályán kell tömegesen végigjönni. Ahogy ezt fregeltem. De mi? Nem. Ezt a Lightning Gunnal, hogyha valaki nagyon pontos, azt mindig utáltam. Egy folyamatosan nő a sebzése és így meghalsz a szemét. Én utálom egy... Ja, én vagyok az utcsó! Néztem, hogy milyen skill-es az játékos. Bassz meg. Én akkor kell dobálgatni, és akkor jó lesz. Na, megnőztél. Jobb volt. Yeah. Hát, ezek a fura szájformák, ezek annyira nem fogtak meg így, hogy... Van pedig vicces. A pályák azok hangulatosak. Na, a fárom. Most nézem, lehet zászlót is beállítani, hogy hova valósi vagy? Jobb a magyar zászlót. Megint hárman a nyakam. Egyet elkezdek lőni, és hárman a nyakam. Második lövedéket nem tudom ellőni, mert már azonnal hárman vannak rajta, igen. Még el sem indultam egy szó. Nem. Mindjárt indul. Itt beállítom a helyzet. Aha, a középső gombbal kell jelölni. Lényegyőzik. Miért ez lett beállítva? Mutka ezt raktam be. Ó, ez chat volt, nem akartam csetelni. Flag. Aha, hogy ez a... Game starts in 3, 2, 1. Akkor azt nem értem. Ez meg lett. És nem sebez a saját. Kétszer eltaláltam telibe rakétavetővel és semmi. Igen, ebben a játékmódban nem sebez. Igen, ez a... Azért lepődtem meg a másik játékmódban, hogy igen. Igen, a Clan Arena-ban nem sebez. Itt kevésbé szültek az ellenfelek. Milyen szárít őket. Az ilyen bugoknak is teremb a bér, mint én. Bocsi. Te arctalan. Mi? Nincs arcom. Nem már. Így kell megtudnom. Úgy láttam, nincs. Én vagyok az arcod. Arcos köty. Hílelődünk. Vagy az arc nélküli manus.
Már a vidmás a régi, mert az is megmutatta az arcát. Igen. Hol lett? Volt egy sárga, azt megöltem. Ja, akkor jó. Jövök veletek. Úgy érdemes menni, hogy egy itt. Itt van valahol. Itt van. Fenn. Le is lőtt. De hogy az Istenbe? Nem, mondjuk sokat ér, ha az ember nem lő mellé. Meg nekem nem volt HP-m sose. De... Addig bujkáltam, eddig visszajöttek a társai. Én mindig bírom azokat, akik így nem is tartják célra a fegyvert, csak akkor, amikor elővik a fegyvert, akkor célra ugrik. Az így olyan jó kis skill. Meghalt. Olyan skill nekem is kéne. Az utcsó. Hát nem biztos, hogy még bakal. Meghalt? Meghalt, nyertünk. Szétöltem a régennel. Csattognak valahol. Megyek felétek. Nem, Ampu nem streamel. Ampu csak nagyon ritkán próbálgatja a dolgait. Most egy gépen, mert nekem is menne simán. Okay. Hova tűnt ez a mocsok? De bírom, hogy rávetem magam full HP-val, hogy kettel lőjük a fickót és belehalok. Nem segítem neked többet. Halálos segítség. Még lőttem én is úgy. Tudom. Itt van! Hát a fegyverváltás mindig lassú itt is, mint az összes arénásban. Igen. Úgy volt, hogy ennek volt egy ilyen quick mód, és abban nem volt annyira gyors a fegyverváltás. Nem, abban gyorsabb volt a fegyverváltás, tehát abban lehetett gyorsan váltani. Ennél van egy ilyen időzítés, úgymond. Ami nem baj, mert voltak olyan emberek, akik így úgy voltak, hogy régen osztak, aztán lightning gunoztak, régen újra töltöttek, akkor lightning gunozott, és a kettő között folyamatosan váltott. Meg ha írsz rá scriptet, érted? Már ilyen soft cheat. Hát egy Tibivel beszélgettünk, hanem a többiekkel, hogy megmutatott a játékos, meg ilyen többséget. Teliből ölöm Sotival, meg lerjergánozik, és meghal. Virovi, Virior az egyik, aztán ez meghal, és azonnal megjelenik két másik társa. Gondolom jelölik, hogy hol harcol. Igen. Hát meg látszódik is a pályán, hogy hol van a társad. És hogyha sárgából átmegy az élete pirosba, akkor az azt jelenti, hogy sebződik. Szóval még jelölnie se kell, csak figyelni kell. Hát én társai nem jelentek meg, pedig akkor én is jelölve vagyok. Ohohoho! Mi az, mit jelöl, azt tudik. De jó van erre. Aha! Meg is nyert. Recorder. Aha, az nagyon betegen tolta. Az meg. Pedig majdnem jó volt. Itt van egy. Elbaszom. Itt vannak. Nem. Hetes. Granát. Bazd meg. Gránátvetőt át kell bindolnom, mert ez így nem jó. Mert amikor rántámadnak, akkor azzal kéne telibe kapakolni mindent. Oké, egy megvan.
Azz meg, ez megfordul és lehengeszt, hallom? Lehengeszt. Ezt nekem is sűrűbben kéne használnom. De... Lehengesztőt. Hopp hopp hopp. Nézzem, miért van itt, nem akarom. Jó, mindjárt megoltam úgy, hogy nem akartam, de... Bazd meg, bazd meg, bazd meg, bazd meg, kilöktek! Nincs egy gyógyító, tudsz? Ja, mert elfogyott. Tehát át kéne bindolnom nekem is. Rossz helyen van. Jó. Azért a recorder full HP van itt. Az nem tudom, hogy csinálja. Jó, most már nem full HP van. Valakit eltaláltam. De rajta is látszik, hogy ő ismer én gyakorlott azért. Ah, azt kapta. Azaz. Az anyád, úristen itt. Haltam már megint, szevasz Ricsi! Ez melyik Overwatch játékmód? Ez a Diabotical nevű játékmód. Gyere, te is, ingyen van! Mostanában ez a játéknál a legnyomósabb ér, hogy gyere játszani, ingyen van! Igen, hát könnyű, mert kipróbálod aztán, hogyha szerencsések, akkor beszippantanak vele. Így van. Ó, igen! Rohadék. Mert egyébként ezzel a játékkal azért vannak kicsit beljebb, mint a Quake Champions-szal. Mert szerintem ezzel a kölköket könnyebben szívják be. Hát a Champions az úgy néz ki, mint egy hányás már, elnézést, az azért így kicsit jobban néz ki annál. Hát azért nem. A Quake feelinget is hozza. Mármint ez vagy a Champions? A Champions úgy hányás ezt képest. Szerintem ez jobban, esztétikailag jobban kinéz. Hát ott... Kicsit ilyen gyerekeknek kitalálta. Hát mert robotok, de azzal még nincsen baj. Hogy lehetek ilyen hülye? Diabotical. Epiken lehet letölteni. Ingyen van. Megint. Kiket van a cím? Ingyen van, gyere játszol. Ó, van ebben minden, igen. Skinek! Sőt, az arcodat te rakod össze. Hol van ez? Itt. Te tudod összerakni, hogy miből legyen az arcod. Hát ha összegyűjtöttél. Tudsz csinálni küklops. Á, az elején is van, csak akkor nyilván sokkal kevesebb. Hát én ezt az arcot az elején lévő üzékből tettem össze így. És van 21 másodpercem, addig átszabom. Mes közben lehet arrébb rakni? De van Epic. Minden Epic. Mindjártam a Chili Sauce-en. Epic Games Store-on. Tudjátok, mint a... De ugyanadta a lelkét a kínaiaknak. Mint a Fortnite. Nem érte, másonnan töltötted le? Ajajaj, egyedül vagyok és látnak. Hát nem, öld meg őket. Hát nem öld meg őket, menekül... hárman vannak. De ha menekülsz abból, nem lesz jó, legalább megölsz. De, ha nem érnek utol, de mondjuk engem utol érnek. De nem gyűjtöd az XP-t, tehát... Asszisztot kaptam. Ezt nagyon megöltem. Ezt kaptam. Anyád, odaig nem tudok felrepülni. Csíra vagyok. És lelök, bazd meg. Kétszer telibe lövöm, baszki!
Olyanokat lövök, bazd, mint az Isten, érted? Mégis meghalok. Ja, nekem is így izé lelightningoztam, kifogyott a lightning, akkor a rare-re átváltott, és az pont is jól le is sebezte. Na végre. Na most double kill, aztán meghalok. Így van. Joke mondta tegnap, hogy ez a családbarát kvék. Első lesz, hogy ezt a csetet kiveszem minden, de félre nyomok az egyik gombnak, és így folyamatos az gépelek minden falsága. Visszatértem. Itt ha összegyűlnénk hatan, akkor tudnánk tolni ilyen vicces custom game-et. 12-en, nem? 3v3-os szerintem már el lehet indítani egy-két módot, hiszem. Nem jó a battle pass, ne jó, hát akkor... Csonár barát, azaz. Itt a csonárnak is tetszik. No. Értünk, hogy mi a fasz. Ja. Aki így csattok felettem. Ura, rárassoltunk, most kaptam. Kezdem érezni a reagant. Azaz. Meglepődött. Próbálok menekülni. Ne, most meg van a Windows gomb jött be. Mi az Isten van ez a játékkal, bazzeg? Túlvadul nyomkodod a villanyűzetet. De nem most valami beragandó villanyű. Ja persze, mert a shiftet nyomogatom sokszor, tudod, a jumpolgatáshoz. Ó, hogy legyen meg. A shiftet jumpolgatsz. Hát a shiftet lehet előre izélni. Előre dodge-olni, vagy amit valamit rendelkezt. Nem is azt mondod? Nem. Nem tudod, hogy van dodge a játékban? Az a 3 nyíl elől. Ha feltöltődik, akkor abban az irányba tudsz egy nagyobbat ugrani. Ó. Oh. És tényleg. Én sem is használtam soha. Végig végben nem volt, tudod. Igen. Akkor most már értem, miért érnek mindig utol. Hát, ez volt egy fejlesztésük, ami nem egyéb játékban. El se tűnt bazdmeg. Mondjuk ez egy dolog, amit nem mutatnak a tutoriában legelején, szóval. Ja, hát az nekem kimaradt. A többi az körülbelül annyi, hogy lőjél ezzel a fegyverrel. Oké, most lőjél ezzel a fegyverrel. Oké, most lőjél ezzel a fegyverrel. Oké. Most tassolj előre, és a közben ugrasz, akkor gyorsabban tudsz közlekedni. Igen? Megvan? Oké, akkor meg volt a tutoriál. Egyet a gyerekek, a tutoriált érdemes végigjátszani. De egyet ilyen fogalomtalan. De egyébként az vicces, hogy fel se tűnt, hogy amúgy ott van a képernyő közepén 3 nyíl, hogy az csinál valamit. És megint behoztam ezt a szart. Victory. Nekem az alapból már ki van kapcsolva, mert én állandóan nyomogatom a shiftet játékokba, szóval. Jó. De van match play, practice learn, hol van a beállítás? Á, itt vagy fel, jó. Jó. De, jó, controls. Ez a menü, ez jól néz ki. És elvált róla, bazd meg, amikor tölt. Oké. Ügyes vagy. Ah, hogy minden egyes fegyver két bindja is van, hogy jó legyen. Oké. Point and click fire, az lesz a cool. Várjál. Emlékszem a régi bindokra fenébe. De csak előre dodzsol, azt nézem, hogy nem lehet oldalra dodzsolni például, pedig azt is. Vagy, ó, hátra lehet viszont. Érdekes. Vagy amelyik oldalra húzod, arra megy. Aha, amelyik oldalra húzod. Ja, hát akkor szokni kell. Mert ha oldalra húzod, akkor oldalra dodzsol.
Mire volt bindolva a rocket launcher? Nem ez a játék lesz, ami jött letölt az Epic Game Launcher-t. Hát akkor melyik? Nézd rá a Spellbound-ra. Az is epikus. Hát az megtetszik. Ahogy az bétában nekünk nagyon nem jött be, de ez nem olyan rossz az. Meg a levegőben miért nem lehet használni ezt a dash-t? Csak a földön lehet. Ja. Ja, most nézem, hogy csak egyetlen egy enemink van. Érdekes. Nem szoktak mindig szarra elgeszteni. Kettőn vannak. Ja, redizznem kéne. Egy csíra vagyok. Na, most már vannak sokan. Nem tudok lőni. Ja, mert kezdődik. Igen, kezdődik. Kezdődik a bulej. Nem sok maradt. Azt a büdös! Haladik az egerem! Kicsi sokan voltak. Már megint chat. Pedig azt hittem, kidöltöttem a chatet. Akkor nem. Meg lett. Ja. Hú, ezt lerassoltuk. Nyertük. Na úgyhogy olyan bindoff-ra raktam, mint a mizében volt. Kvégben. Itt kicsit jobb érzésre. Anyád. És erre leesek. Nem sokkal, de azért egy kicsit több sebzés szóba. Legalább a négyszer eltaláltam a Sotival. És ez már ki az? Megidegesítő. Közelről mire váltsak, hanem a Sotira? Szar vagyok. A mizé van ez a pikőgyős fegyver, ez is jó, hogy csak közelre. Nem lehet itt felmenni, csak a lépcső. Szép, ezt kapta. Ó, valaki. Nem, az én izém. Az én logóm, mert éjszaka játék után mi megnéztem Twitch-en, hogy ki streamel. És hát ő streamelt, úgyhogy látszik, megkaptam dropként a logóját. Ó, sok is köcsök. De egyébként játszik ezzel, és hajnalban játszott ezzel a játékkal, amikor kérem fel még egyszer. Néztem a Twitch-en. Egghunt.
felett. Te itt. Felugrott, hogy hova lett? Vannak. Ó, bazd meg, nagyon eltalált. Azt a rolt, hogy felugrott, mert elég belőle. Gyere le, gyere le. Bazd meg is! Meghaltam nem baj, is. Nem baj. Legalább kényelmi feltek, jó van. Azért mondtam, hogy gyere le, mert akkor meg tudom lightningen hozzá. Match point. Wipe out. Round 4. Fight. Kapok asszisztot, bazdmeg, mióta itt fárasztom már. Hát, ha nem töröd meg, akkor sajnos az van. Hát így van. Hol van, hol van? Ja, ketten vannak. Kiléptek. De nem tudnak bennmaradni végig. Kicsit kiakadt szegény. Mondjuk én is kiakadtam volna, sőt. Mindjárt számít, hogy a régi kivékes kiosztásra tettem. Hát igen. Nem biztos, hogy több sebzés szedek össze, de legalább így nem váltok rossz fegyverre állandóan. Gyorsan talál új meccset, csak játékosokat. Nem mindig. Mondjuk itt legalább lehet ugrálgatni. Op, op, op. Ma találtam egy tök jó új sorozatot, nem tudom, hogy HBO-s lesz, vagy valamelyik országos ilyen tévén, de kurva jó. Micsoda? Ez a Raised by Wolves. Aha, egyébként pont ez jutott össze, amikor mondtad, találtam egy új sorozatot. Igen, nekem ez... megnéztem a három részt, és nagyon tetszett. Én nem láttam még, csak a trailer. Na én ma ledaráltam a három részt így napközben. Én emlékszem, hogy az HBO-s talán. És a Fringe-nek a készítője csinálta. Kapta. Szóval nincs életem. Moment. Kettőt belőttem. Sok HP-ja már nem lehet. Meghalt. Ott tőlem is sokat. Ja, lehet, hogy most jön az, hogy nyomnunk kéne egy leave-et, aztán újra keresés. Miért nem nyílik ki az ajtó? Nem engedett át. Op, 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 op. Lock spike, oké. Okay. Hirtelen így azért dobott rajtam egyet. Vannak ajtók, amik... Várjál, most te vagy a party leader, vagy én vagyok a party leader? Nem tudom, de lépjünk ki. Leave match. És akkor join. Én partiban maradunk, ez tök érdekes. Igen, igen. Külön. Az nem rossz egyébként, hogy így külön kezeli a kettőt. Ja, már indított a rúját, jól. Aha. 4B4 megafi, most nézem, hogy... megafin. Hát megafin. Úgy meg, mint a húda. Na jó. Meg. Meg. Tudom, fölöttem valaki? Hát nem fölöttem van. De még az évből a Westworldből csak az első évvel néztem, hogy így emlékszem, úgyhogy most azt is leszettem. Hétvégén szerintem fogom beválni, ha nem kockodok. Meg kijött a mizének, a Boysnak a második évada, abból is vannak fel részek. Azt én még nem néztem. Az a... pszichopata szuperhős a sorozat. Aha. Hírét már hallottam.
Tudod ki a Michael Reeves? Chris. Ilyen youtuber, aki mindenféle ilyen idióta tech videókat csinál. Nem rémlik. De mit tudom, hogy csinált egy ilyen orvosrobotot, de olyan az orvosrobot, hogy ja, várjál, saját maga felprogramozott egy ilyen, azért egy ilyen szerű. Azt lehet, hogy Tibi egyszer már linkelte, csak a neve így nem és, maradt. És belepakolt egy kést, egy ilyen hidraulikus valaminek a végére. És felkérték, hogy csináljon egy lézerező szemű babát. Mert hogy az első évadban van egy baba, akinek az a képessége már így babaként, hogy lézerjön ki a szeméből. És egy konfliktus helyzetet úgy oldanak meg, hogy a fickó maga előtt tartja a lézerszemű bébit, felzaklatja, és a gyereknek lézerjön ki a szeméből, és úgy kaszabolja szét az ellenfeleket. Jézus. Igen, egy kicsit beteg az a sorozat, ezt hallottam. Nagyon beteg az a sorozat, kurva jó. Game starts in 3, 2, 1, fight! Ah, itt fegyvereket kell szeregetni. Ugye a Raised by Wolves-nak a felütés, amit, amikor olvastam róla, mert akkor tudtam róla szólni, és az az bejött le, hogy a földet hazavágja két frakció, és mindegyik frakció úgy elmegy. Bazd meg! Alapfegyver előtt. Az egyik frakció az ateisták, a másik meg a, izé, a naphívők. És azonnal így, bőgött, hogy tudod, a Dark Souls-ban a Praise the Sun. De még a logójuk is olyan, hogy egy ilyen izé, ilyen szerteszét ágazó napocska, és így de csak besírtam rajta, hogy ne is azonnal lelőtt! Meg kell ölni a McCuffin karriert. Igen, valami base-t kell támadni, hogy nézem. McGuffin dropped. Enemy McGuffin. Enemy McGuffin. Wait, van valami power up. Indicator. Jó, hogy nincs is még ilyen fegyver. Jó, oké. Azt kell ott attakolni, nézzétek, sárga. Jaj, most elfoglalom. Miénk a McGuffin. És az jó nekünk? Nem tudom. De viszem. De nem tudok átvázolni a fegyvermel, megölnek! Ah, ja, ezt, aha, akkor ez capture the flag, baszki. Vagyis olyan, hogy egy McGuffin... Nem teljesen capture the flag, mert nem két zászló van, hanem egy. De ezt lesz számítva. Jó. Oké. Okay. Nem tetszik ez a móda. És hova kell vinni a McGuffint? Mutatja a mi bázisunkra. Írja a játék. Éppen a piros vagy a zöld? Aha, a zöld, a... kéne? Várjál, hát nekem kéknek mutatja a miénket. Team base, oda kell vinni. De két kék is van. Úgyhogy két kék. Hát van meg jobb oldalat is van kék a térképen. Ja, te azt nézed. Az... Hát így kérdeztem, hogy mivel van jelölve a térképen? Azt nem tudom. Az lehetne, az lenne meg McGuffin lelőhely. Hát, esélytelem. Aha, ahol én vagyok most... Akkor is nem tudom, mi a kék. Hát... Eltalálom 100%-ba, és mindig kettővel találkozok össze. Most ide éledek elé? Ajaj, elvitték a... valamit. Nem lehet tudni, mi micsoda. Jó, oké. Okay. Van most itt egyik fél ilyen lángoló lófasz. Ezt fel is adhatjuk szerintem. Hát még... Még 0-0 amúgy. Utálás. Nem 0-0. Hát 88. De úgy értem, hogy a... 0-ra vezetnek. Igen, de ez csak a... Az csak a pont. Egy meccs. Igen, az a pont, de hogy amúgy meg 0-0. Tehát még egy meccset se nyerte. Hát, oké. Okay. Most lesz, most a overtime. Tehát nyernek. Na. Most nyertek valószínűleg. Igen. Most lett százas megafényjuk.
Fogalmam sincs, mit jelent. Hát a megafin szokott lenni az ilyen mizékben, filmekben, meg sorozatokban, amikor semmi értelme nincsen, nincs megmagyarázva, de az az a plot device, amire így rámennek, hogy mit tudom én, egy akciófilmben, hogy el kell rabolnunk a Bloom Bloom gyémántot, és ja, hogy ennek így van neve. És azt az szokták ugye elnevezni, hogy a megafin, amit bárhogy elnevezhetnénk, igazából csak így azt mondják, hogy ez kell mindenkinek, de soha senkinek nem magyarázzák meg a sztoriba, hogy az miért fontos, csak fontos, és kész. És arra van az egész sztori felfűzve, hogy a megafin az kell, és... Én ezt nem is hallottam, ezt a kifejezést, a szondan előtt. És azért szokták megafinnak hívni, mert egyébként semmi logika nincsen benne, mert lusták voltak a Zero kitalálni bármit is rá. Az. Team megafin. És itt is ugye nem tudod, hogy miért kell mindenkinek, úgyhogy hát megafin. Ez egy filmes poén. Na most én éppen visszam a bázisunkra. Ennyi, ide kell hozni. Igen, és akkor itt pörög a pont. Tehát ezt kell most védeni. Még a megafin. Ajjaj! Rajta van a tüzes lófasz. A tüzes lófasz... Az éget. Nem kicsit. Nem is kicsit. Elvitték a megafinunkat. Tehát ahol vagyok most, az enemy base, de ez a térképen... Ja nem! A kék az armor. Aha. És a... Azok az armorok a térképen, tehát akkor nem is kutatja, hogy hol van a térképen a megafin. Hanem... De miért is nézelődök a megafin, nem is kutatja. Nem, most náluk van. Ja nem, mert az attack kell, az van. Igen, most az ébázisokon van a megafin. És azért pörök föl a pont. Náluk. Aha, és hogyha beviszed, akkor kapod a pontot, tehát akkor nem capture the flag, hanem inkább ilyen elviszed az ászlót és védeni kell. Hát egy kicsit capture the flag, meg... Hogy hívják ezt? Akkor ezért, mert ugye a gonosz a filmben ugye megafint akarja megszerezni, és utána megtartani, és te meg így elveszed. Ajjáj, de... És lehet, hogy mi vagyunk a gonoszok. Ja, és Neo nálad van a megafint. Tudom, futok vele, csak kergetnek. Ez lehet valamit csinálni. És most itt vagyunk vele? Vagy elvitte valaki? Szerintem azt lehet passzolgatni, hallod a megafin? Most... Nem, az most nincs nálad, a bázisra tettem. Van. Nem, a bázisra tettem, most nálunk van. Most nálunk van. Aha, tehát valami vindikátor jön, ami nem tudom, hogy micsoda, de biztos fontos. Az elvileg a super damage vagy mi a tököm. Most meg kell támadnunk őket. Defrag yourself. Biggie defrag yourself. Biggie defrag yourself. Bazd meg, bemegyek, hogy betámadom őket, és mind a kettő rám fordul, és azonnal meghalok. Remek. Köszönök, hogy jó versiódát hozzátok. Csak ott segít, de... Megölök kettőt, és a maradék kettő jön is. Overtime. De célkereszt se garancia arra, hogy eltalálsz valakit, mert olyan közel voltam most valakihez, hogy óra előtt elmentek a lövedékek, hiába tartottam rajta. Elvitték a megafint! Azt ott is maradt náluk. Yeah. Ez milyen map? Milyen mód? Ez is megafin? Ez is megafin lesz. Szerintem még egy-két korosztán után átmentünk Apex-ezni, Warzone-ozni. Jó. Még valami más játékmódot próbáljunk ki, amit eddig nem. Még hát ez... Felfedező módon. Várjál, nem, most, hogy megafin megint. Nem.
Hát ezt már játsszuk le most. Annyira nem sürgős. Ah, tehát akkor itt van a Teambase. Teambase, és ott az MCG. Az a Megafin. Aha, hogy középen van az MCG, értem. Aha, itt lesz majd. Most még Team bemelegítés van. Nem lehet felvenni. Mondjuk azért kb. Kotézott PC-n is elfut, ahogy nézem. Aha, 250 FPS-en van, és tudod miért? Mert limitelme van 250-re a beállításoknál. De át lehet állítani. De leszünk alázva, azt a rohadt. 3v3 egyébként most nézem. Igen. Oké. Szenti egyszerre ölt meg kettőket egy tüzével. Megafin, állunk a Megafin. Pedig hát még csak a melegítést. Na van Megafin. Ez már nem bemelegít, ide? De még varma. Segbe lőttek. És itt van a bázisunkon a... Ez a Szenti. Ez volt durva gyerek. Kisebb ez a... Meghalt mind a kettő? Aha. Ja, csak a... Szenti még itt van. Lehet menni? Igen, de át lehet látni. Tehát mi kaptam Sotival akkorát placson. Gyerek barátom megöltem, hogy hihetetlen. Placsonnak, ezek robotok. De, placson. Szét fröccsen, mindenhol ment a vére az olaja. Hát a nagyon élvezett. A robot szét. Fröccsenést. Ez érdekes volt, hogy a Razer Boss-ban az androidok azok például egy az egyben, mint hogyha az Alien filmekből jöttek volna elő, mert ugye régi szóval a producer. Egy az egyben úgy működnek a belső szervék, ugye viselkedésük is hasonló. Hát figyelj, igazából nagyon népszerűek ezekben az Alien filmekben az androidok, nem csak kaptak külön sorozatot. Nem kimondottan, csak róluk szól. Azért tehát. Úgy vágott, hogy nem fog elindulni ez a körse. Pedig már vagyunk hatan, az már... Szerintem nem rediznek és nem indul a... De mindenki redizett. A zöld négyzet azt jelenti, hogy redizte. Az a bemelegítés is munkás. Hát igen, csak... És hatan TDM-eztetünk itt. MacGuffin dropped. Season Pass progressünk se lesz, akkor mi van? Soha se kapjuk meg a Ferde Smiley-t. Nem vettem meg a Season Pass. Sőt, tolom már. Hogy vannak benne ingyenes cuccok, de... Így drágább a Season Pass, mint máshol. Na, jó van. Vagy legalábbis jó. Úgy csinálták meg. Jaj, hívjunk, aztán kezdjünk. Keresni lehet, hogy Bormack Game Mode-ra mentél rá, mert van ilyen is. Nem, nincs ilyen. Akkor mi volt még? Instagibet azt próbáltuk már, aztán... Instagib, meg az Instagib bot bent hagyom. És akkor nézzük meg azokat. Na, ez pont a Vivo Instagib. Ezt toltuk tegnap. Itt van az, hogy íjjal kell nyomni, meg van egy gránátod, ami lögdös. És akkor azt tudod magad alá dobni, meg a elemi alá. Csak hogy mire akkor így volt az a baj. Meg felszedni a kis pénzeket. Ez jól néz ki a pálya. Ez gyorsabban is lő. Oké, már le is fregeltek, és tudom, hol van az ellenfél.
Ja, vagy ez... Áj, tényleg instrogi, persze. Mert nem megkérdeztem, ha egy lövés kell. Semmit nem találok el. Igen, a kis lövedéknek van egy ilyen útja, ja, tehát ez nem... Pont elég. Most én repülés közben lőttem el, ahogy ő repült. De ilyen érméket kell gyűjtögetni, ahogy nézem. Igen, igen. Nem csak az vagy, hogy megkerülni valakit, hanem... Aha, kicsit leaderni kell. Le kell szedni a coin. Ja, és az a labda, amivel lehet lögdösni, az elég gyorsan újra töltődik. Tehát megcsináltad azt is, hogy magad a ládobot felrepülsz, és utána egyből szinte alá a ládobot. Nálam nincsen bindolva most az a lövedék, úgyhogy ez nekem a nehezítés, most hogy te fogtasz fel a... Meg esése is, ahogy nézem. Ó, persze. Mira, hello. Nekem bejön a játék. Nekem is többször jön be, mint nem. Ez kapta. Overwatch-ra is így voltam, aztán most meg már meguntam. Ez bejön, csak meguntam. Voltak videók is róla, hogy egy, nyomok már egy a farmat. Feladta az Overwatch-ot eléggé mostanában. Azok az Overwatch 2-be raknak mindent. Oké, én is oda fölvízni. Került. Ez még csak a bemelegítés. De se indul el. Ökködnek itt a double frag-ek. Itt szerintem egy emberke kéne. Vagy valaki redizzen még aztán talán. Hát egy ember még mindenképp kéne. De... Vízni kell. A lövedéket nem értem, szerintem most senkit nem lehet eltalálni. Itt vagyok valakivel szemben és sem halunk meg. Most haltam meg. Itt valami nagyon nincsen rendben. Detectionnel. Nincs problémám vele. Közvetlen közelben mentek a robbanások, meg ilyesmi, és nem is sebződtem. De ez az íj, ez nem robban. A V robban, az például nem sebez. Na jó, de teliből lőttem 4-szer vagy 5-ször, és nem halt meg. Tehát közvetlen közelben nem is nem figyelt. És nem történik semmi. Igen, igen, 3v4-ben nem indul. Na, de most ezt mondják, hogy 4v4, ha most már jön. Most meg double kill-t szedtem össze. Valami fura. Valami fura. Aha, most meg engedem el rólni, akkor most indul. Baszki, azt eldobom. Ó, oh, hogy a jó életben. Kilt rédeltünk. Megint. Tele van a híd. Coinna. Igen. Igen, arra ment erre, én is oldalom. Ugrálnak le a hídról. Haha, ész vagyok. Te Ventura. Most leestem. Most eléggé átment rajta. Ők már kicsit többen vannak. Nézd. Ja, hogy 5v3. Mi a fasz? Valaki átállt. Ez mi engedi a játék? Messze. Csíra. Még csajotok ezzel az átteles dologgal. És... Megöltem és megölt valaki más. Ah! Coin! Where is my coin? Akarom coint. Jól van ám. Rohagyjatok meg.
Ez mekkora cheat már, hogy 3 wave, igen, ez nagyon sújtóság, mert így rengeteg lőnek egyszerre. És akkor amikor ez így rámennek öten, akkor így mit csinál semmi? Esélyünk nincs. Kapják be. Na, én ebből killezek, csak az a gond, hogy amire felszerem, hát akkor én ezt szedjük össze, érted? Igen. Itt ahhoz képest nem vagyunk rosszul. Mert ilyen bízzek magukat. Viszont, hogy így többen vannak, tehát hiába lőjük le őket, coint nem tudjuk felszedni. Mert is én most így értem az előtt is. Én össze tudtam szedni. 1-2-t. Most kezdenek elhúzni. Áh! De azonnal kilő valaki, ahogy mennék a coinra. Az 2 coin. Készpénz. Ó, itt volt mellettem. Ez egy rövid. És megint ezek 3-an jönnek. Abban egyet megöltem, másik kettőn meg. Kettőn lökni őket a vérbe. Ó, kezd működni a dolog. Ó, mekkora! Ó, és még egy, és még egy! Azt a rohadt! Mi történik? Együtt kell mennünk egyébként. Így van csak esélyünk. Igen, ezt mellé víztem. Igen, most eltaláltak. Van a vízben egy coin. Ne, hova ment? Még jól lenne ez a drámát, hogyha lebánydolnám. Kapják. Ó, az mellé ment. Ó, ez honnan lőtt ki? Honnan lőtt ki? Há, meg a... Mondom, menj fel. Ezt kaptam. Egy is már ott van mögöttem. Rohadjon meg. Nem érdemes a teleportba menni. Fölöttünk van a kettő! Ezt miért nem találtam el? Nem kapod el a lendületét, akkor olyan szinten lealász. Hihetetlen. Szép. Oké. Okay. Nem oké. Okay. Jó, felvettem az élet is. Van még ott. Ez is csak tényleg a legjobb játék. Jaj, ez nekem is nagyon bejött tegnap. Nem tudtam, mi történik. Három V5-ből, meg 5 V, meg iszél 4 V5-ből nyomtuk végig. Ahhoz képest nem voltunk szarok. Figyelj, az a killstreak az nekem nagyon menő volt. Ebből még játszottunk egyet. Ja, tegnap ezen játszottunk, ezen a középső. Négyet ötöt megöltem egymás után, az így bejött nagyon. Ja, az nagyon kemény. Jó ez a mód is. Frankfurtban nagy szerverparkok lehetnek, mert az összes ilyen izé... A szerver választós van, ott van egy-egy szerver. Jó. Yeah.
következő kódnál leszek kíváncsi, mert ugye átállnak a Google szervereire, vagy már lehet, hogy át is álltok. Hogy ez milyen minőségű lesz. Esti. Most úgy csak kell a pont, nem megyek le érte. Azt még nem tapasztaltam ki, hogy mennyire kell ígálni az ellenfelet. És egy helyben álló ellenfelet nem tudtam eltalálni akkor távolságra. Imbron mandula. Lead taken. Rárassoltak a Queenokra. Meglött. Ah. Ah! Meglett mind a kettő. Ez olyan rossz, közelről is akkor a travel time-ja van, hogy elvileg amikor előm, akkor rajta van a célkereszt. De nem. Hoho, kirúgta. Ja, hogy meghalok a vízben. Aha. Nem ilyen úszó robotok. A fürdős dolog az nem nekik. Veros lenne. Nagyon szép. Mi a fasz? Előttem a fejed fölött. Néha-néha úgy érzem, hogy lídelni kell az ellenfeled, de néha meg nem jön be. Még mindig ez a lead történet. Ja, a V-bot bele tudom lőni a vízbe, hogy megnézzük, és akkor mit csinál? Ha a vízbe belesik valaki, akkor meghal. Ja, be tudod lökni, igen. Ja, igen, azt vágom, hogy a labdával bele. Megbaszult rak. Yes. Ez annak a hangi volt. Kidodzsolt, hát kidodzsolt, én nem is lőttem rá. Háromszor mellé lőttem, megérdemeltem a sorsom. Double frag? Tudom, megy át. Quadro frag? Bocs, ezt beloptam.
semmi gond. Kezdtem belejönni. Ne. Nem tudok kiúszni. Belezsik a vízbe is. Jött utána még egyet, meg segbe lőtt. De néha nem értem, hogy annyira kicsi lenne a hit detection a karakterben, mert így nálam úgy néz ki, mint hogy telibe lőném, és megfal, máskor meg úgy néz ki, mint a telibe lőném, és mint hogyha, mit tudom én, pixelre menne mellé. Nem is azt céloztam, amelyiket előttem. Ez vicces volt, célzom valamelyiket és belepül el egy másik. Egy hal, hogy várjál? Még van a sima Instagram, még azt kéne. Megnézzük azt is. Meg így tojunk ezen a harmadik pályán. Azért ebben kis jobban elfárad az ujjam. Destiny-hez szokott ujjak. De várj, ez is nyilasz. Igen. Én azt hittem, hogy a másik fegyver van csak abban. Nem, ez... Még mindig a nyilász Instagram. Hát ugyanaz, amit az előtt voltunk. Azt hittem, hogy most valami másikat is. Nem. Hát még ezen a pályán megnézzük, aztán túl gyorsan talált játékot. Ez a speckó gránát, ez mire van kötve? Ja, itt van. Use it and V-ball. Akkor ez lesz. Vagy... Hát jóról lőttek le. Instagimp. Ahogytok. Egy gránátom van, és utána nem is töltődik újra? De, az nagyon gyorsan töltődik. Mert nem azt láttam, mert nyomtam a gombot, és nem történt semmi. És jó gombot nyomsz. Ott írja alatta, hogy milyen gombra van bindelve. És tényleg dobja. Akkor nem tudom. Kívesen pályáról. Amikor harcoltunk, akkor úgy nem észre, hogy nem. Lehet, úgy gyorsan meghaltam. Pültüket. Itt van egy poén, ezt felveszem. Rossz a kategórián Twitch-en, miről van? Milyen? Diabolical? Nem. Nem, elírtam. Ilyen csíra vagyok. Igen, mert diabotikál, és nem, hogy diabolical írtál nekem. Ja, idióta vagyok.
sorry. Én ezt hittem, hogy félre olvastam. Ja, mert... Igen, mert... Csak elkezdtem írni a gyors keresést. Ja, és már diabolikálják. Nem lehet. Feldobta, hogy dia, özé, jó van, mondom, akkor azaz. Most viszont jó. Sejtek azt hiszem, hogy diablóza? Nem. Diabolikál, nem tudom, hogy ezek ilyen játék is van életben, na, hallottam róla. De beállítottam, jobb később, mint soha. Oda. Mert a LOL egy bugos szutyok. Látnám, izé, koddal van crossover a játékban. Szerencsétlen 10 centis körre nem tud rámászni egy kis karakter. Biztos ez a kod alapokra épül az a játék. Jó, van a gumivíz. Egyes? Jó, oldalba léptek. Oh, azt hittem én haltam meg hirtelen. Ez kiderült, hogy jó. Kaptam egy észt. Megáll az ész. De belefutott. Az sok kill az ész. Halál nélkül. Körbe lőttem. Kirúgta a pályáról? Most se rossz. De legjobb hangja a gránátok. És minél messzebbre dobod el, annál tovább vényom. Hát, ha ezt mondja végül. Jobban, mint én. 1 minute remaining. Szeg. Na, én is ész vagyok. Az ész után valami. Hát egy idő után megáll az ész, tudod. Mondott semmi. Van itt valaki, csak nem látom. Na jó, ez már vicc volt. Ő se találta engem meg, és ő csak így... Végül nyertünk. Jaj! Érdekes, hogy izé... Most a... Hogy hívják? Na, úriban neve. Aminek a második része van. Lépjünk ki. És akkor most nézzünk meg egy izét. Viszont ez free for all. Instagép. Hát nem, az... Ja, 5v5 volt. Az előbb 5v5 volt, meg íjjásús. A levezetésnek játszunk egy olyat, jó lesz. Jaj. Tudok magamnak csinálni pixel szemeket. Aztán majd kérek egy két perc szünetet, addig megcsinálom a teámat. Ja, és ellépek. Mostóba. Hú, melyiket szeressük. Na, de megnézem, hogy Tibi felé lett-e. Ó, Tibi felé lett. Felé lett? Akkor. Aha. Miért nem jön ide felé lett-e? Még egy kajánlom is kéne valamit, de...
Crystal Cove. Nem bocsisztom. Akkor még nem írom, hogy gyere borzolmazni. Tüstényt! Harr! Ja, hogy már megjövök. Hát még a bemelegítés. Ez a víz. Oda nem ugrunk. Ja, hogy nem tudok lőni kell. Azért van, mert... most. Ez valahogy nem megy olyan jól. Nem találtam el. Ó, az szép volt. De jó van már. Csóka az eléggé. Instant kill. Folyamatosan lelő olyan szögekből, hogy így mi van? Ja, nekem csak az, hogy így... Nem is tudom, hogy... Tirpol frag. Na, most már élőtt. De ez jó, mert az ember így legalább megtanulja ennek a szarnak a használatát. Mert itt rélnek? Aha. Kezdek ráérezni én. Csak a fegyverváltást azt nem tanulod így. Azt nem. Keresztűzbe kerültem. Kébaszott el. Miért lőttem le? Oh. Látom, hogy... Aha, meghaltam, jó, oké. Okay. Akkor megtaláltuk. Jaj, de jó, ez egy bújik a sorokban, kis aranyos. A fal mögött volt, mit csinálsz te? Murút. Murút vagy. Ez a piros, ez egy rohadék. És elöblött. Ez a Leofaken? Nem, nekem ez a 67 ray, vagy 66. Mindig más a színe egyébként piros. Az ellenfélnek. Igen? Mert elő piros Leofaken ölt meg, és most erve Leofaken ölt. Érdekes. Most meg is erve Leofaken, akkor lehet is erve Leofaken. Bár van, aki az igazán szórakozott. Ha megnézed a tabot, akkor csak egy piros van. Elvileg. Már nem tudom az. Basszal. Igen, megint ez a Rain ölt meg, 60 Rain. Ez a csilló, ez a legdurvább, hogy nézem. Most igen, az elég még a piros volt. De most nagyon durván küldi. Ja, most quad frag.
Pirossal látom, csak az van, hogy belefutok, de nem gyűlöl meg, hanem... Mert ez a Gigi Ruin. Amikor megy, akkor megy. One shot kill me. Hát double kill, azt ráfutott a pirosra. Jó, én most nagyon gyahúr vagyok. Van mászat már föl. Próbáljuk. Én ügyesebben mászok, úgy látszik. Ah, pedig olyan szépet lőttem a végén. A harmadik lőttem. Belőztél. Ott voltunk mögöttük. Na, ez elég egy... Két kis köcsög mögött. Ez sem rossz amúgy. Jó kis instagibek. Melyiket szeressük. Na jó, még egy aztán tényleg is szület. Benne van, még egy kör, tű? Ja, van még egy körfaktor benne. Na gyere, játsszak be. Nyújtoznom kell, mert nagyon rá vagyok feszülve. Csak kell, ó, már vagynak többen. Au. Szia. Gölt az arctalan. Na itt van a Leo fucken megint. És lőttem el. Megdobtam a fickót és izé. Akkor hogy megdobtam, ugye el is találtam. Bakker! Meg amikor nem tudott, honnan lőttek ki. Ez a sárga köcsök figyelni. Gyugrálás közben lődi bőrönből. Miket lövök, bazeg. Ah, és erre elbasztok egy könnyű lövést. Lövöm itt az ilyen reflex shotokat, mint egy isten, aztán ott áll előttem akkora, mint egy ház, és mellé lövök. Nem szeretem ezt a mapot, mert csak így... Ups, ezt nem így kellett volna. Milyen harcok, milyen harcok! Ez már csak a bemelegítés. Szerintem nem számolj. Na, a Leo fucker jól jött ki belőle. Jaj, általában igaz. Ups. Fucking you. Az mi volt?
láttál, hogy nézett ki, mint a keresztül lettem volna. Ha, bocs. Nem, és hallom, csak izé... Hát éppen beillettem nem amúgy. Nem látom senkit. Éppen beillettem, és ott láttalak ugrálni. Így mondott, hogy szar előlek már. Oh, levegőbe kaptak el. A szemetek. Lassan indulhat, ki nem rezizett még. Ki volt ez a mocsok? Get ready! Úristen, el fog indulni a meccs. Első hiszem. Ura. Nem gondoltam volna. In 3, 2, 1, Sittyensúty. Ohohohohoho, miket lövök, baszki! Most én is meglepődtem. Már itt téken van. Úgy nagyon ment a hírig. Nekem beragadt a shift. Mindig úgy kezdem a kört, hogy ugrik egyet. Úgyhogy nem nyomok semmit. Double! Egyen! Hallod? Egy lövéssel lőttem el kettőt. Ja, látom. És nem nyúlok hozzá? Ó, akkor lehet, hogy csak hülye vagyok és nyomkodom véletlenül. Mondom, a közeliket elbaszom, a távolikat meg meglövöm. A távolítsa lövöm meg. Értetlen. Ah! Kettő volt. És mind a két oldalt, most nem tudtam melyikkel foglalkozzak. Kaptad. Ohohoho, mi volt ez? És volt még egy. Ah,
Erre miért? És vissza honnan jött? Mert nem is láttam. Jó, ez akkor beéredsz, és azonnal megölnek, ez akkor igazságtalanság. És tudod, hogy izé, ki vagy. Most keltem, most érettem. Mondjuk ezzel szemben meg ott van az, ami nem rossz, hogyha valakiben a háta mögé életsz a képen, próbál előre figyelni, és easy kill, anyád, most éppen meghalós kedés volt. Trikolozok. De nem már kicsit így visszaszerzem a becsülésemet. Ez nem az érték. Most nézem, hogy elhúzott az első. Rohadjon be. Na jó, ez... valami beteg. Ez mit csinál? Hát, ki is kaptunk. Vabababalám. Nézd meg, ki van az elején hátulról. No. Így is ment. Na jó, menjünk, most állítsuk meg. Kéne is kajálni. Hát ez egy jó játék, ezt így elmondhatjuk szerintem. Ja, ez jó pofa. Ezzel még eljátszogatszunk máskor is. Az Into the Breach az azt mondják, hogy jó, úgyhogy ezt vedd meg, hogyha még nem vetted meg. Már ebben sem, szóval kattintsad be, mikor nem kattintottad be. Nekem megvan Steamen is, de már megkattintottam. Oké. Okay. Beállítottam magyar zászlót, mert mégis magyarok vagyunk. Hol? Locker profile és ott van egy flag. Ah, oké. Okay. Ott vannak a zászlók. Nézegettem a shopot, hogy vannak itt a dolgok, de hát... A paszt ezt behúznám, csak az a baj, nem lehet venni 1200 coint, vagy mit. Hanem csak sokkal többeket. Jézus, ja, hogy erre kap az ember? Ah. Most elnémítom magam, aztán majd szerintem kockolok valamit még. Ha nyújtóztal, aztán majd ha jössz vissza, akkor megborzolhozhatunk. Jól van. Tibi nem tudom, hogy mikor szabadul. Hát majd csak. Jó étvágyat. Köszi, neked is. Majd leszel, vagy nem tudom. Na. Akkor később jövünk vissza, ha minden igaz, a Warzone-nal. Addig is szép estét mindenkinek.